Érkezés Kairóba, 2006. november 1. A repülőn két egyiptomi srác mellé kerültem. Alig sandítottam rájuk, pedig szelídnek és kedvesnek látszottak. Ahogy elhagytuk a tengert, a szárazföld pazar látvány volt fentről még így éjjel is. Hosszan jöttünk a Nílus Delta kivilágított összefüggő csillagvárosai felett. Vajon mi élik -e fények alatt? Nagy szegénység, fanatizmus, allak mindent átható lelke. A félelem, a csodálat és a várakozás dobogtatta torkomban a szívemet. A mellettem ülő srác biztos levette, hogy idegeskedem, és kedvesen megkérdezte, ez -e az első utam Egyiptomba? Igen, válaszoltam. Olyan szépen tudnak mosolyogni. Tiszta, őszinte, vidám szemmel üdvözölt. Egész pontosan ezt mondta. Welcome in Egypt. Meghatódtam. És szavaitól oldódni kezdett aggodalmam. Igazi hazafi, gondoltam. Itt állunk országának kapujában, és szívélyesen befelé tessék el. Akkor még nem tudtam, milyen sokszor fogom még hallani ezt a szívélyes üdvözlést. A hotelszobában ócska lepedő, még ócská pogrót. A sajátomat leterítettem, és aludtam délelőttig. Közben többször felriadtam az autók örvénylő duda hangzatára, melyet egyszer csak a nagy testvér hangszóróiból felzengő Allah Akbar koronázott meg. Minden porcikámat lefoglalta ez a hangélmény, és moccani sem bírtam. Az arab világ megbabonázott. Azért járok színházba, mert keresem a varázslatot. S mégis hányszor jövök kicsalódottan? Itt pedig, kozban izzadva szorongatom kis magocsimat a mobilomat hívom így, és adom hírul az otthoniaknak. Valamit teljesen újat hallok, és annyira lenyűgöz, hogy egyelőre ki sem merek nézni, hogy felfedezzem a hozzátartozó látványt. Az utcán nyüzsgés, a kirakatokban arc nélküli, kopasz vagy szőke kirakati bábuk. Körülöttem tetőtől talpig beöltözött nők. Sokkal nagyobb arányban vannak kis minkelve, mint nálunk. Fejükön gondosan felcsavart és ékes tűvel megtűzött kendőköltemények. Kezükben kis retikült szorongatnak, a ruhájuk alatt nadrág, a nadrág alatt magas sarku cipő. Ritkán vannak egyedül, inkább többen vagy férfival. Sok a gyerek is. Egyáltalán. A népsűrűség kétszeres vagy háromszoros, mint Budapest utcáin. Beszélgetés egy taxissal. Kairó, 2006. november 5. Hisam a kérdésemre végül kifejtette a véleményét a nők öltözködéséről. Ő úgy kívánja, hogy a felesége még a szemét is fátyolozza el. Még a szeme se látszon, mondta felemelt mutató ujjal. Vagy úgy, gondoltam, és megértettem, miért járkál néhány nő teljesen eltakart arccal, a szem magasságában sok-sok dioptriás szemüveggel. Hiszen ha annyira szűk a rés, hogy a szeme sem látszik, megromlik a látásuk. Hallottam, ahogy folytatja. Az ő feleségét más ne lássa rajta kívül. A jó feleség nem árt a világnak, nem visz bele csáberőt. Megkönnyíti a férfiak dolgát, hogy betartsák a korán előírásait. És ha ez kényelmetlen a nőnek, kérdezem, akkor, mondja vehemensen, majd a következő életében méltó jutalomban részesül és jobb élete lesz. Nem is tudtam, hogy az iszlámban van lélekvándorlás, válaszolom nyugodtan. Jó, akkor nem a következő életében, hanem utána a paradicsomban. Nem mindegy ám, hogy a paradicsomban élünk millió-billió éven keresztül vagy a pokolban, fejtegeti fárasztott már, és nagyon sajnáltam a feleségét. A Nikobról tudakozódom. Alexandria, 2006. november 7. Megkérdeztem az ösztöndíj szerinti témavezetőmet, vajon hol kapok olyan kendőt, amelyen csak egy rés van a szem számára, és a rés alsó és felső felét egy kis pántocska tartja össze. Abdul Fattah nem szívlelte a témát, azt mondta, az ő felesége, édesanyja és lánya nem hordanak kendőt, és nem is járnak templomba. A kendőkérdés politikai téma. Szadat elnök akarta megosztani a népet, s így az elkendőzési formák politikai nézeteket jelölnek. Tudtam meg. Este összefutottunk azokkal a fiúkkal, akikkel előző nap együtt feleztünk. Ahmed jó kiállású, szép arcú fiú, afrós vonásokkal, Eszlám pocakos, mosolygós énekes. Felosztam nekik is a témát, és a következőket tudhattam meg. Két fő oka lehet annak, hogy egy nő nikabot hord. A nikab olyan kendő, amiből csak a szem látszik ki. Az egyik ok az, ha férjhez megy, és a férje megkívánja tőle. Általában a férjezett asszonyoknak illik nikabot viselni de vannak nők, akik ennek ellenére nem teszik. Olyan is előfordul, hogy a férj ráerőlteti a feleségére. A másik ok az lehet, ha a lány annyira vallásos, hogy már férjhez menetel előtt elkezdi hordani, mert így érzi jól magát. Eszlám huga például, bár még nincs férnél, két éve hordja a nikabot. Ez azt jelenti, hogy a család férfi tagjain kívül nem láthatja más férfi. Gondoltam, ez jócskán nehezíti a férjhez menést, hiszen a férje is csak az esküvő napján nézheti majd meg. Ekkor eljött a pillanat, hogy feltegyem a kérdést. Ahmed, te is szeretnéd, hogy a feleséged Nikobot viseljen? Azt válaszolta elérzékenyülve, hogy ő bizony nagyon boldog lenne, ha a leendő felesége majd megtisztelni ezzel. De hozzátette, hogy ez az ő döntése lesz. Nem fogja elvárni tőle. A bejegyzés alatti kép az Alexandriai Egyetemen készült egy nikábos és több hijabos lányjal. A hijab olyan fejkendő, ami nem takarja el az arcot. Úton szíva felé, 2006. november 8. A buszban mellettünk ült egy négytagú család. A férfi fehér galabíjában és Jackiben, a galabéja jellegzetes keleti bokáig érő férfiink, a nő elfátyolozva. De nem volt rajta kesztyű, így láthattam hennázat körmeit. A fiú nagyobbacska volt már úgy nyolc éves, a kislányka csak kettő lehetett. A kislány hol az apja, hol az anyja ölében ült. Az asszony láthatóan jól volt. Normálisan beszélgettek. A férfi nagyon kedvesen viselkedett a kislányjal is, és a feleséggel is. Ahogy hozzájuk szólt, kis, szerető mosoly ült a szája szegletében. A nagy homok tenger partján. Szíva, 2006. november 9. Már erősen pirkad. Világos van. Negyed órás biciklézés után kiérünk egy nagyobb hegyhez, lábánál szorványosabb romos homokházak. Lent hagyjuk a bringákat. Nehéz kaptatni, de mire felérünk, a nap első sugarai már ragyognak. Mindig ellenérzésem van ilyen helyzetekben a fotózással. Ha gyönyörű helyen vagyok, az olyan, mintha Istennel lennék egységben magammal és a külvilággal. Hogyan lehet ekkor mégis áttransformálni a figyelmemet a kereső kép kivágásába, s a körülöttem lévő emberek felé fordítanom a kamerát, mintha közénk állna valami fegyver? És mégis az akaratot szándékot kifejező eszköz ez s mint ilyen misztikus vonzerővel is bír. Mahmud csak ül és figyel, komponálok, feszült vagyok. Egyszerre számtalan a koncentrálandó lehetőség. A távolban a végtelen homok Hát itt volnánk, itt a dőnék kapujában, s felkelt a nap. Megveszem az első fekete ruhát, Szíva, 2006. november 9. Ugyanezen a napon délután megtalált minket egy fiatalember, aki megkérdezte, meg akarjuk-e nézni a házát. Igent mondtunk. Bevezetett egy szőnyengel borított szinte üres szobába. Ő itt az édesanyám, mondta, s megjelent egy sugárzó arcú kendős asszony. Boldog voltam. Végre, végre láthatunk egy szívai asszonyt portékákat hozott mutogatni. Kézzel hímzett sárga, narancs és piros mintás fekete kendőket, női, esküvői ruhát. De engem csak egy valami érdekelt. Tudna-e nekem eladni egy fekete abejját egy hozzátartozó nikabbal? Előhozta az övét. Felpróbáltuk életünkben először a retteget kendőt, és meglepődve tapasztaltuk, hogy nem is olyan kényelmetlen. Sőt, jó érzés volt benne lenni. Négy egyre kisebb fátyolból készült téglalap, egy homlok szélességű pántra varva. A homlokpántot hátul kell megkötni úgy, hogy az arcerőt legyen mind a négy téglalap. Majd annyit hajtogat az ember hátra a rétegekből, amennyire szeretne kilátni, vagy amennyire el szeretné takarni az arcát. Az alsó fátylon a szemnél van egy rés, és még az alatt is van egy darabka tül. Végre megvolt, amit kerestem. Búcsú előtt szerettem volna mindannyiunkról egy fotót készíteni. A fiatal ember kiküldte a szobából az édesanyját. Kértem, legalább magát elkendőzve hadd maradjon, de nem volt pardon. Ez egy mágikus hagyomány. A lányokat, még nem mennek férjhez, lehet fényképezni, de később sehogyan sem. Egészen addig, amíg ráncos vénasszonyok nem lesznek, amikor is újra előbújhat az arcuk. Bahariában egy szobrásznál, 2007. január 29. Mahmud Id lelkesen mutogatta agyak szobrait, saját maga építette múzeumát. Imponáló volt művészi megszállottsága, tehetsége és tevékeny lénye. Nagyon rosszul beszélt angolul, de bájosan. Bejött neki, hogy művéssajokat bíztak rá, mondogatta is, hogy artist good, és lelkesedett a fekete alakos fotóimért is. Sokszor elmondta, hogy szerette közös kiállítást majd Magyarországon, és az eladott szobrainak árát az árváknak adná. Ja is, hogy a szobrokat ott helyben készíteni el, hogy ne kelljen őket szállítani. A vacsora a családjánál volt. Felesége, öt éves lánya és hat éves fia, illetve a bátyának lányai is velünk voltak. Mint kiderült, minden oázisban más a nők megszokott viselete. Itt, Bahariában, a muzulmán világban széles körben elterjedt Nikob a beljösszetben jártak. A szívai tapasztalatoktól eltérően Mahmud itt felesége Nikobban ugyan, de szerepelhetett a képünkön. Beszélgetés egy Nikabos nővel, 2007. január 31. A farafra felé tartó buszon megszólította mögöttem ülő alvó kisfiát tartó Nikabos nő. Egy órát beszélgettünk. Hogy miről? Az iszlámról és a kereszténységről, Európáról és az arab világról, Istenről. Azt mesélte, hogy fizikoterapeuta kairóban, s most első éves a pszichológia szakon, ahová eredetileg szeretett volna járni, de a szülei a fizikoterápiát preferálták a férjével együtt dolgozik. A Nikobot nagyon szívesen viseli, a munkahelyén is, mert segít betartani a korán előírásait, miszerint idegen férfi szemében nem nézhet, s a férfinek is segíti ezzel a helyzetét, hogy csak a saját feleségére nézzen. Nagyon kedves, határozott, kiegyensúlyozott embernek ismertem meg. Megegyeztünk abban, hogy a természet, és így a végtelen sivatag, az iszlám hit szerint is tekinthető templomnak. Bárhol imádkozhatunk. Azt mondta, hogy ez az öltözék a vallásos nők számára nem börtön, hanem szent hely, és Allah segít a hőség elviselésében is. Látogatás a német hölgynél. Dachla, 2007. február 1. A hollandokkal együtt látogattuk meg a német hölgyet, Friedelt, a háza csodálatosan szép. A külső befoglaló forma és a belső udvar is kör alakú, az udvar körül szobácskák, melyekben egy-egy gyönyörű, türkisz-piros színű beduin szőnyeg a vezetett csoport tréningjeinek színhelye. Visszafelé gyalog indultunk neki, hogy a sivatagon át tegyük meg a 7 kilométeres utat hazáig. Közben Jan riportot készített mindkettőnkkel izgalmas vállalkozásnak tartotta már azt is, hogy két európai lány muszlim nőnek öltözve járja Egyiptomot. Júlival mindketten kendőt viseltünk az út során. Megkérdezte, miért használom megrendezett képeimen a muszlim vallásos női viseletet. Beszéltem a fekete és a táj kontrasztjáról, és arról is, hogy én nem megbotránkoztatni szeretnék ezzel senkit, hiszen a képek éppen arról szólnak, amit ők hisznek. Bárhol imádkozhatunk és ahol éppen vagyunk, az a templomunk. Különösen igaz ez a természetre és a sivatagra. Képeimen ez a muszlim nő mászkál és imádkozik a sivatagban, romvárosokban. Szerintem ezek a képek hozzájuk és róluk szólnak. Éjszaka a sivatagban, Alcácer, 2007. február 3. Mára sűrű programot terveztünk. Délelőtt bebarangoltuk az óváros szűk sikátorait, elhagyott élettereit. Elképesztő helyeket fedeztünk fel, és nagyon termékeny volt a mai fotózás. Este pedig beteljesítettük nagy tervünket. Kimentünk a sivatagba éjszakázni. Nagy szél volt, elsőre kicsit vakmerő vállalkozásnak tűnt. Egy órai járásra találtunk egy medret, amiben tábort ütöttünk. Julinak fájt a szeme, ezért nem tartott velem, de nem tudott aludni sem, így hallgatta, hogy a teleholdnál éjszaka magányosan fotózgatok. Időzítővel és félperces expókkal sokáig tartott egy-egy több alakos kép elkészítése. Lenyűgözött a teleholdnál üldögélő szfinkszek csendje. Sivatagi falvak között 2007. február 5. Mohamed sofőrünk olyan utakon vitt minket, melyeken várhatóan sok a rom és a látnivaló. Az első megállásnál sikerült is nagyon szép képet készíteni, majd a következő faluban a régi temetőnél kezdődtek a problémák. Először belátom jogosan, azt kifogásolták, hogy felálltam egy sír szélére, hiszen onnan jobb volt a látszögem. Majd végül odajött a polisz, és azt mondta, itt nem fotózhatunk. Fagatni kezdtek bennünket, miért viseli Julian Nikabot. Mondtam azért, mert én fotós vagyok, és szépnek találom a hagyományos muszlim viseletet. A fazom megköszönte, hogy érdeklődünk Egyiptom és a vallás iránt, és ilyen messziről eljöttünk ide. De fotózni nem engedtek vissza. A következő állomás kalamon volt. Az egyik utcácska egy szűk, takaros, tiszta, hagyományosan formált udvarban végződött. Épp csak le akartam kapni a látványt, de előjött a ház népe, öregnéni, néni, öreg bácsi, és a már korosabb lányuk. Mivel teát nem akartunk elfogadni, mandarinnal kínáltak bennünket. Egy követőnk. Mút, 2007. február 7. Bementünk a buszpályaudvarra megkérdezni, mikor indul a reggeli busz, és mire visszaértünk a hotelbe, egy úriember telefonált, hogy hallotta, reggel kargába akarunk menni, és hogy ő szívesen elfogvaroz minket autóval a buszárában. Nem győztem kapkodni a levegőt. Fél óra múlva ott volt a recepción, be akart mutatkozni, hogy eloszlassa a kételjeimet. Moxennek hívták. Viccesen azt mondta, hogy FBI ügynök. Elmondta, hogy már Alcácerban látott, s azóta nyomon követ bennünket. Hallott rólunk Kalamumban attól a három fős családtól, akikhez betértünk Mandarinra. A két egyiptomi nőnek öltözött magyar lány híres ám felé, mondta. Szíva egyik titka, 2007. február 20. Egyszer csak megtudtam, hogy egy szakállas ember vár rám. Szeretné velem beszélgetni az iszlámról. A szívai nőkkel kapcsolatban a tények, melyeket megtudtam tőle. Nem mehetnek ki a házból férfi kíséret nélkül, és az oázist pedig a legtöbb nő egyáltalán nem hagyhatja el egész életében. Vagyis, hiába élnek a sivatag szélén, nem mehetnek ki a sivatagba. A Koránra hivatkozott. Azt állította, hogy a szívaiak igazán jó muszlimok. Pedig később többen is felvilágosítottak, hogy a szívai szokások a Koránnál sokkal régebbiek. A beszélgetésről nincs fotó, a kép Kairóban készült. Kötelező Nikab a Szaudi Kórházban. Szíva, 2007. február 20. Felmentem a tetőteraszunkra, ahol összefutottam egy fiatal koreai nővel, aki három éve Szaúd-Arábiában ápolónő. Ott egy nővérszálláson lakik, ahonnan alig van kimenője, s csak férfi kísérettel mehet ki az utcára. Mesélte, hogy a legtöbben nikabban járnak, de a fiatal generáció próbálja megfúrni a szokásokat. Lehet látni fejkendős lányokat is. Hú, hogy ott a lányok, milyen szépek! Áradozott. Kórházban is nikabban vannak a nők? Kérdeztem. Igen. Elmesélte egy szívszorító élményét. A nénit légzési panaszokkal hozták be, s rá kellett szerelni a lélegeztetőgépet és még ebben a helyzetben sem vehette le a fekete maszkot. Legszívesebben letépte volna róla, de a szaudiak nem engedték. Szörnyű. Még ma is kiveri a veríték, ha rá gondol. A képen hagyományos szívai nikában vagyunk. Egyedül a sivatagban. Szíva, 2007. február 21. Kibéreltem egy biciklit, és kis lámpalázzal útnak indultam. Néhány kilométer múlva kiértem a városból. Innen a sivatag már igen közelinek látszott. Hosszan kellett még kerekeznem a Pálma-ligetek övezte földúton, amikor végre egy tábla jelezte a letérést. A biciklit a fal és az árak között támasztottam le, és elindultam. Nagyon felszabadító volt itt lenni. Végre egyedül a sivatagban. Eredetileg szerettem volna kint is aludni, de az feltűnő lett volna a hotelben, nem akartam kalamajkát. Tetszett, hogy senki nem tudja, hogy itt vagyok. Gyalogoltam, másztam, gyalogoltam s minden hegy tetejéről konstatáltam, hogy nem tudok elveszni, hiszen látom az oázist. Amikor már jól eltávolodtam, eszembe jutott, hogy azt mondta Dániel, a kanadai gyógyító, amikor panaszoltam neki, hogy mennyire hiányzik az éneklés, hogy énekeljek. Hát kiadtam a hangomat, ahogyan a torkomon kifért. Nagyon jó volt. Egy idő után levettem a cipőmet is. Aztán a nap állását nézve jónak láttam visszafordulni. Egyszer, már a nap lemente környékén, megláttam a szemközdi dombon egy fekete álló formás, Janus volt, hogy egy ember. Aztán, amikor oda mentem hozzá, kiderült, hogy csak egy kicsi pózna. Felvettem a cipőmet, mert hűlni kezdett a homok, s le is ment a nap. Volt még gyalogolni valóm bőven a bokros szakaszig is. Egyszerre hátra néztem, mert a naplementével ellenkező irányba kellett haladnom, s elkápráztatott a látvány. Ekkor azért készítettem volna magamról egy felvételt, de induláskor úgy döntöttem, hogy most ez az út áldozat lesz a részemről. Amit itt láttam és átéltem, az csak belül fényképeztem le. A mellékelt kép egy korábbi alkalommal készült. Találkozás egy kultúrantropológussal, Kairó, 2007. február 23. Érkezett a hotelbe egy fehér szakállas sovány jogi forma ember. Megragadott a nyugalma, tekintete. Kiderült róla, hogy kultúrantropológus és hogy kopt. Felszabadító volt ezen a reggelen végre egy nyitott, tapasztalt, világlátott elmével találkozni. Meséltem, hogy merre jártam, s hogy most még a szívai tradíciók és élmények hatása alatt vagyok, és arról is röviden, hogy ilyen fekete alakos képeket készítek. Kérdezte, hogy tudom-e, hogy ez az egész Nikabosdzsi Szaúd-Arábiából jött át, s hogy három évtizeddel ezelőtt még alig voltak Nikabos nők Kairóban. Viszont szívában a beburkolás hagyománya sokkal ősébb, mint az iszlám. Élnek berber törzsek például Algériában, fent a hegyekben, és ott a nők szabadon kendő nélkül járnak, és elég nagy szabadságot élveznek. A szívai hagyomány azokból az időkből származik, amikor rablóbandák fosztogattak sivatag szerte. Ezért építettek ilyen labirintusszerű várost maguknak, mert nyílt ütközetben alul maradtak volna. Így azonban egyesével testközelből megölhették a betolakodókat. A támadók erre volna szép asszonyaikat, ha fedetlenül kint az utcákon, s ezért dugták előket, állította. Este elmentünk egy Nélus Delta zenekar koncertjére. Lenyűgözött. Borzasztóan élveztem. Napközben a dűnéken. Alcácer, 2007. március 7. Tíztől kettőig túlélés folyt a részünkről. Anyu már többször megbánta, hogy azt mondtuk Szulajmánnak, hogy csak estére kérjük az autót. Pedig egyszer a bátyja is felbukkant, hogy bevigyen minket a faluba a dzsipjével. De mi, főleg én, szerettem volna kitartani, megélni egy egész napot a sivatagban. Először gönceinkből burát kreálva indultunk neki minden cuccunkkal, de értelmetlennek tűnt a hadjárat a hőségben. Pihegvel lerojtunk. Megállt az idő. Kemény fizikai próbatétel volt kihúzni délutánig. Miután az aláireszkedő nap enyhülést hozott, a meghitt és kellemes délutánban sikerült is összehoznunk egy-két hatásos felvételt. Köszönet érte önfeláldozó szülőanyámnak, aki a képek kedvéért viselte a nikapot és a fekete ruhát. Itt, Alkazernál, a dűnék vajszínű homok tömegét még egy okkeres réteg is borítja ami az összkép színélményét is meghatározza. Sírni fogsz. Kairó, 2007. március 11. Az utolsó napokban a legszebb élményem a zeneboltban eltöltött néhány óra volt. Said megkérdezte, hogy mit szeretek legjobban Egyiptomban. A sivatagot. Válaszoltam. Elkerekedett a szeme. Erre nem számított. Elmesélte, hogy minden évben két hónapot a sivatagban tölt, segít édesapjának kereskedni. Az az igazi meditáció, amikor csak mész, mész napokig. Csodálatos. Ha az ember egyszer beleszeretett, örök szerelem marad. Ha hazamész, sírni fogsz és visszavágysz ide. Mondta olyan tekintettel, hogy el sem tudtam képzelni, hogy nem így fog történni. Biztos. Te szoktál sírni? kérdezte. Ritkán. Pedig az jó. Sírjál, ha szomorú vagy. Látom, hogy sokat vagy szomorú. Látom a szemeiden. Magányos vagy. Hogy élsz otthon? Sokat dolgozom. Felkelek reggel, és az első gondolatom, hogy mit kell ma intéznem, és addig tevékenykedem, amíg el nem fáradok kivéve, amikor felesleges lelki gondokon tipródom. Pedig fontos, hogy mindennek megadd az idejét. Ha álmos vagy, aludj. Ha éhes vagy, egyél. Ha zenét szeretnél hallgatni, ülj le és hallgass zenét. Ne siess hová. Gondolj a sivatagra.